Az egyedülálló családanyából ezt nem nézte ki, hogy én addig fogok menni, ameddig csak megbírom emelni a lábamat. Ez a helyzet. Megkérdeztem a vizsgálatot, hogy ez egy egyszerű ügy. Miért érdekel, hogy egy család kisgyerekkel kitegyen az utcára, és hát nem már. Amikor hallottad, mit mondott a közös képviselő, hogy olyan összegekkel tartoznak 1 millió fölött, hogy már rég végrehajtásra kéne árverezni, és nem árverezi el, csak engem minden el. Mert azt mondta, hogy kamera rögzíti, és fel fog jelenteni bennünket. Hát a milyenket is rögzítette kamera, úgyhogy... És mire fog feljelenteni? Neki mentél, megütetted? Hát, hogy letámadtuk, ugye. Letámadtunk. Jaj, nem meri. Mert hát a eleve ez egy fenyegetés volt, tehát ezzel... Nem élhető, hogy feljelentjük. Nem lehet akasz, majd én beosztom. Jó, itt sajnos az a fontos, hogy a uraj tudja kapcsolatot teremteni velünk, hogy pillanatok alatt tudjuk találni is. Ez itt most lehet. A másik, amit a Tamás beadott feljelentést, az egy dodomai feljelentés. Semmi tényszerűség nincs benne. Azt ki kell egészíteni, mert akkor válik érthetővé a dolog. Mert ez így, ez a feljelentése nem értelmezhető jogilag, mert nincs semmiféle adat. De nem tudom, Andi, miért nem fogadtatok ügyvédet? Hát most már van olyan lehetőség is, hogy jogsegélyen keresztül van nagyon alacsony a bíró. De elmentem, mert pont egy barátom bíró, és őket koordinálja, és elküldött, föl is hívta. És elmentem ez a jogsegélyszolgálatoshoz, és ő azt intézte el nekem, hogy a vevő a vételár 10%-áért, onnan tudom, hogy 4 millió 2-ért adta el, az 420 ezer plusz a végrehajtó költségéért, vagyis durván 600 ezer forintért visszalép a vételtől, és ennyi marad a lakás. De akkor a nyaka ad lett volna barátom, aki ad a mai napig is. Akkor 600 ezer forintos adósságot veszek a nyakamba, ami abszolút becsületbeli egy barátnak, meg kell adni honnan. És úgy gondoltam, hogy nem jogos, hogy én 600 ezer forintot kifizessek valamiért, ami az enyém, és semmi olyan hibát itt nem követtem. Rá kell kötelezni magát. Mondtam, hogy köszi a jogsegélyt, akkor ez az egyességet nem tetszik. A hatást kell gyakorolni a közös képviselőtársaságra, és nekik kell ezt az összeget kifizetni. Tehát ők számoljanak el, de ma reggel a közös képviselő mondta, hogy ők vállalják is. Itt elhangzott, hogy azt mondta, hogy és amikor 2011-es levél, bocsánat, szóval nagyon fontos a kronológián végigmenni. Itt a kérdésem inkább az volna, hogy volt-e kezdeményezés a részedről, a üzemeltetőnél részletfizetésre. Annó? 2010-ben. Hát ezzel a Jenei Pál úrral megbeszéltem akkor, hogy kifizettem ezt a végrehajtás alatt lévő összeget, hát de hallgassa végig, és akkor... És hogy a maradékról mondta, hogy menjek be hozzá, és beszéljük meg, hogy nehogy megint elússzak. Csak hogy aztán megtörtént, és azt mondta, hogy ő leállítja az árverést, megígérte. És mikor eljött az árverezés napja, akkor mindent letagadott, hogy ő ilyet nem mondott. És közben a fickó meghalt rá következő évben. Nem tudom előkapni már őt, a közös képviselő. Tehát volt ilyen, csak aztán nem. Később én kötöttem valóban, és duplát fizettem egy évig, a fennmaradóból is mindig egyet, meg a tárgyhavit is, hogy ne csúszszak el újra. A szüleim segítettek. Tehát megtörtént ez, minden megtörtént. Mindegy a követelés, a 147 ezer forint az be lett fizetve, még a fennmaradt összeg az nem lett végrehajtásra adva, arra viszont kaptak részletfizetési lehetőséget. Tehát az nem lehet kifogás. Ki kellett volna a közös képviselő társaságnak adni egy olyan igazolást, hogy igenis... Volt egy ilyen megállapodás, akkor azt ki kellett volna adni. Maga az összeg, a baj, hogy ezek mind szóba. Lett törlesztve? Láttam ott egy olyan papírt a 2010. augusztus 31-én állapot összeg. Igen, hogy mennyit fizettem. Igen, arra az ő ügyvédjük ráírt valamit, nem tudom, hogy mi volt az, de több mint valószínű az, hogy a végrehajtást nem vonják vissza. Azt a papírt ki kell, arról nem adtak másolatot, arról nem akartak adni, csak magáról. Jól mondta akkor az ügyvéd, hogyha kizárólag ezt az ügyet vizsgáljuk, a 147 ezer forintot, ez lett végrehajtásra adva, és ez időközben árverés előtt be lett fizetve, törlesztve, akkor ebben az esetben a közös képviselőtársaságot kell kérdőre vonni, pert indítani, és ők kell kártérítsék a családot. De itt nagyon fontos dokumentálni és kronológiai sorrendben összeállítani az egész folyamatot.
Mert egy végrehajtás megszüntető pert kellene indítani. Volt indítva, korábban elutasította a kerületi bíróság. Ez mikor volt? Mikor indítottak? Hát nem végrehajtás. Ez a baj, hogy rossz... Felfüggesztés volt, amit láttam kézzel rosszul, és rossz szavakat használtam, mivel nem vagyok jogértő, és ezért utasított el a bíróság. Én csak formailag kifogásoltam, állítólag, az értelmezés szerint, holott a végrehajtás tényét kellett volna kifogásolnom, és állítólag ezért utasított el a bíróság. Ez be lehet újra, és most van újra beadva, így van. Most van egy újra... És erre hivatkoztatok, hogy ez a hatodik havi? Az, ami be van adva, az nem a kerületi bíróságra van, és az nem a végrehajtás megszüntetés. Ott egy kereset van a fővárosén benyújtva, amit a Dabasi Tamásék indítottak el, és ott magát vitatják a kilapoltatás meg a tartozás. Nem, de nem megszűnt. Nem. Van egy külön az is, csak én közben megkaptam ezt a, hogy takarodjak a lakásból, és akkor írt a Tamás még egyet, hogy a kilapoltatás ellen is. Tehát van nekünk kettő most folyamatban, vagy három. Jó, de egybe hoztak határozatot most pénteken. Az mi volt? Ebbe valószínűleg, ebbe a PK-s ügybe, ezt a peren kívülibe, a Bajza utcába. Hogy itt hamar akartam, hogy még a határidő előtt, 15-e előtt, hogy legyen ítélet. A másikba kértek iratpótlást, és azt is benyújtottuk. Csak még nincs kitűzve tárgyalás napja. Én véleményem szerint ma a végrehajtó, ha ki is jön, a végrehajtást kérővel nem jelenhet meg a közös képviselővel, mert ők elzárkoztak ezelől, itt voltak, hallottad, mit mondtak. Az új tulajdonossal ugyan megjelenhet, de nem látom értelmét, megmondom miért. Új tulajdonos addig birtokot nem szerezhet, amíg nincsenek a felek kiegyenlítve. De itt a végrehajtást kérő, a közös képviselőtársaság árverezés után ki kellett volna a tartozás összeget egyenlíteni. Ugyan, amit ti már korábban befizettetek, de ennek ez lett volna az eljárás módja. És nem történt meg. Akkor itt az új tulajdonos nincs mit keresen. Hogy akar birtokot szerezni, hogyha nincsenek? Meg adósságom, akkor ebből miért nekem kell kifizetni? Miért nem ő ebből? Úgyhogy én véleményem szerint fenyegetőzik a végrehajtó, az nem fog megjelenni, mert teljesen törvénytelen. Ő azt gondolta, hogy kimegyek magamtól, önök ez lenne a nyerő helyzet. Hát gondolta, hogy megfenyeget, és akkor talán léptek. Igen.